Kukucs. Ezzel a címmel mutatták be a Móricz Zsigmond Színház legújabb gyermekeknek szóló darabját a Művész Stúdióban. A darab szövegkönyvét a színművész Pregicer Fruzsina állította össze, akinek egy éven belül ez a második gyermekdarabja rendezőként. Ahogy a Jászai Mari díjas és érdemes művész fogalmazott, nem a rendezés iránti vonzalom mozgatta elsősorban, hanem az a vágy, hogy kollégáit láthassa, amint ezeket az érzéseket és gondolatokat közvetítik a gyermekek felé. Úgy érzem, hogy a gyerekek iránt érzett felelősséget mindenkiben erősítenem kell. Tehát az, hogy a gyerekek méltó nem csak ennivalót, meg minőségi játékokat kaphassanak, hanem minőségi színházat is kaphassanak. És azok a klasszikus anyagok, mint a Cínege cipője, az Arany Lacinek és a társai, azok élő módon égjenek bele a lelkükbe, és attól, hogy a szemükben néz egy színész, és kérdéseket tesz fel, válaszokat vár, aztán egy fityiszt mutat nekik, tehát ez egy ilyen közös játék indulhasson meg. Szomorú hétfő, kedvesked, szerdásos seg, kedvesked. A közös játék során Petőfi Sándor, Móra Ferenc és Kányádi Sándor remek műveit Tar Dániel színművész kelti életre, akinek Pregicer Fruzsinához hasonlóan szintén egy gyermekelőadás lett élete első önálló estje, vagy inkább délelőttje, hiszen a darab a legkisebbek számára bérletes előadásként fut a jövőben. A rendező azt mondta, az interaktív színdarab hangulatával a hajdani Zseb TV legendás műsorait is megidézi. Igazából az egész műsor, közben rájöttem, hogy tiszteletadás Levente Péternek, a Hajdan Zseb TV-ként elhíresült hajdani televíziós műsornak, ahol szintén ilyen közvetlenül és kötetlenül szólította meg Péter a gyerekeket, és aztán ment a folyamat, ahogy ment. Valami ilyenfajta, picit nosztalgikus, de közben jöttem rá, hogy ez ilyesmi, nosztalgikus játék is lehessen, a szülőknek ismerős legyen, és hogy milyen anyagokat kínálunk fel a gyermekeknek. Tehát valami ilyen nagy közös játékot álmodtunk így közösen össze, mert nem csak az én ideáim azok a játékok, hanem bizony Tar Danié is, és hát kihagyhatatlan Olajos Gáboré is. A darab zeneszerzője Olajos Gábor az ismert gyermekdalok mellett saját szerzeményekkel is segíti a bekukucskálást a színház mágikus világába, oda, ahol a sötét, fekete térből a képzelet tarkavásznai segítségével rímek, dalok és mesék kerülnek a Rivalda fénybe.